Szép jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a 2018-as Balatonszepezdi halászlé főzőversenyen. Szeretném, hogyha szólnának egy pár szót, zsűri elnököt hadd mutassam be, Gödri Zoltán urat. Mondja nekünk egy pár szót, hogy milyen az idei nyár? Ez az idei nyár? Bor szempontjából fantasztikus, mint látható, itt is éppen fogyasztjuk. Ha a strandi szezon nézzük, akkor nem tökéletes, sajnos a június és a július azért az egy kicsit felhősebb, esősebb volt, de ettől függetlenül nagyon sok ember van, nagyon sok nyaraló, a Balaton egyre népszerűbb, és hát imádjuk szepezzet, ez a legfontosabb. Most pedig ugye egy fantasztikus halászléfőző versenyen vagyunk itt. Szeretném azért megemlíteni, hogy az alapanyagot azt a általam vezetett cég, a Halker Kft. Biztosítja, és ezért biztos, hogy fantasztikus halászlevek készülnek itt az önkormányzat részéről és a versenyző csapatok részéről is. Viszont engedjétek meg, hogy átadjam a szót Gyulának is, aki az itteni Horgász Egyesületnek az elnöke. Köszönjük szépen a támogatást a versenyhez. Gyula bácsi, hogy alakul az idei verseny? Sziasztok! Hát köszönjük szépen, nagy lendülettel álltunk neki ennek az idei versenynek a rendezésének. 11 csapat jelentkezett az idén, amiből sajnos 2 lemondta, egy betegségre, hát már nem hivatkozva, hogy betegség véget, másik viszont nem jelzett vissza, hogy először jelentkezett, utána nem jelzett vissza, hogy jönne főzni, de amit kaptunk a Halkár Kft-től alapanyagot, ugye mi arra annyi csapatra számítottunk alapanyagba, amennyi nevezés volt, de mi kiosztottunk mindent. Tehát nálunk nem maradt meg semmi alapanyag, mi a csapatok kiosztottunk minden halat. Egyébként nagyon jó hangulatban tálik, én abba bízom, itt mondtam az Olinak is, hogy a végigjártam a csapatokat, az idén nehéz dolga lesz a zsűrinek, mert ránézésre nagyon jónak néznek ki az alapanyagok, vagy hát a halászlevek. Kóstolni nem kóstoltam, de ránézésre jól néznek ki. Horgász szezon szempontjából milyen az idei év? Hát horgász társai beszélve vegyes. Ez abban jelentkezik, hogy nagyon jó a vizálás, tehát a Balaton vizálása nagyon jó, és a nádosokban ugye vagy megjelentek, vagy visszatértek az őshonos pontyok, így gondolom, tehát nem a telepítettek, és inkább ott fogják a nagyobb halakat. Kint a nyílt vizen én az információm szerint csak idébb-odébb jön ponty, keszegeket fognak inkább. Tehát keszegféléket. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. És akkor megnézzük a csapatokat, hogy hogyan alakul a főzés. Nagy szeretettel köszöntöm az első számú csapatot, akik őshonos szepezdiek. Kérem, nyilatkozzon egy kicsit a csapatról, milyen halászlével készültek, hányan vannak. Ezt a kis futrinka pókot előtte úgy eltávolítjuk. Hát a Balaton Szepezd SC néven indultunk, mint majdnem minden évben. Hát a hal meg reméljük balatoni. És csapat összetétel? Hát vegyes, mert szurkolók, játékosok. Mi az idei extra feltét, amivel megpróbálják a zsűrit meggyőzni, hogy ez a legjobb halászti, amit ma megfőzetett? Hoztunk helyi fröccsöt azzal. Azzal megbolondítjátok a halakat? Hát nem, a zsűrit. Ja, a zsűrit. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Kedves Bálint, a SESZ képviseletében üdvözöllek itt a 2018-as halászléfőző versenyen. Mesélj nekünk, milyen összetételű a csapat, mivel készültetek, hogy meggyőzzétek idén a zsűrit. Idén is, mint mindig, a SESZ csapata igyekszik hűlni a nevéhez. Tehát igyekszünk jó sok SESZ-t magunkba is tenni, illetve a halászlébe is. Ez a titkos összetevőnk egyébként, ez nagyon fontos. Az összetétel a csapatnak mind heteroszexuális, imádjuk a nőket. Nyilván ez valamit azért feltételez arról, hogy csak csávók vagyunk a csapatban. Gyula barátom itt a főkúkta ember. Általában egyébként ezt ketten szoktuk csinálni. Az egész SESZ támogatását élvezzük, hiszen mindig hoznak egy hűtőtáskányi SESZ-t, amivel így igyekszünk élni. És mire az eredmény hirdetésre kerül a sor, már úgy örömittas állapotba kerülni. Persze nem előre iszunk a medve bőrére, mindig csak úgy immel, ámmal, ahogy azt illik, ahogy azt elvárjuk magunktól és minden csapattagunktól. Úgyhogy 2018-ban mi
ismét készültünk a halászléfőző versenyre, mint mindig és mint minden főzőversenyre. Igyekszünk a továbbiakban is ott lenni az élmezőnyben. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük szépen! Köszönjük! Kedves hölgyeim és uraim, a harmadik csapatnál járunk, ahol többen is nyilatkoznak, bent a pocakban és kívül is. Mesélj el, mi a csapat neve, hogyan jött össze a csapat, mivel készülnek idén? Écsi öreg halászok. Jó pár évig ugye mi csináltuk itt az éttermet a főút mellett, aztán minden évben jövünk halászlevet főzni, és egy Écsről így baráti társaság. Hát a titkos recept az apósorról van, és az titkos is marad. Úgyhogy ezt nem áruljuk el. Reméljük, hogy a zsűrinek is ízleni fog, amit készítettünk. A kismamákról azért tudni kell, hogy sokkal finomabb kaját csinálnak, mint az átlag. Ebben mikor várja a babákat? Hűha, hát ez elég képlékeny dolog, november eleje, reméljük. Hát, addigben maradnak. Isten éltese, sokáig is drukkolunk. Köszönjük szépen. Nagy szeretettel köszöntjük a következő csapatot. Meséljen nekünk egy picit a csapatról. A nyugdíjas horgás csapata az elnevezésünk. Mi a Balatonból fogott halból és a helyi, rutinból főztük, amit főztünk. Kóstolja meg mindenki, állunk rendelkezésükre. Köszönjük szépen! Mivel készültek idén, vagy mi az az extra, ami megbolondítja az önök halászlevét? Semmi, mi a saját extra és több évtizedes szakmai múlttal rendelkező hagyományunkat és a saját ízvilágunkat tettük bele. Csak saját balatoni halból. Nagyon szépen köszönöm! Először vagyunk itt, tehát most költöztünk oda egy éve, és reméljük, hogy egy hagyományt teremtünk azzal, hogy majd jövőre is itt teszünk meg a következő években. Tehát egy kis csapat, egy kis családi egyesülés, ahol majd szeretnénk jövőbe is Szepeszden működni, és részt venni mindenféle eseményben, ami történik. Honnan jöttek? Mi Moson-Magyaróvár mellő, egy kis faluból, Moson-Szolnokról, a nyugati határ mellől, Hegyeshalom mellől, tehát egy... és mi szeretnénk itteni továbbra is, és azt a kis közösséget, nagyon jól érezzük magunkat, a közösséget majd közösségbe részt venni, úgy akarom mondani. Köszönöm szépen, hajrá, hajrá! És az első hely nekünk nem célunk. Jó, csak a második. Az meg lesz. Biztos, hát eljj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 j
Jövőre is itt leszünk, tehát biztosan. Jaj, de jó. Köszönjük de szépen. Adjon Isten jó napot! A média... Ki fog a médiának nyilatkozni? Hello! Hát figyeljetek, itt a teljes csapatunk itt felvonult, a teljes vertikú, vagy úgy, egyik kollégánk filmesztelen, de amúgy teljes értékű csapattal, csak a melegre való tekintettel. Visszatérőek vagyunk, ugyanis 2016-ban mi nyertük ezt a versenyt, akkor is a pentelei kivert kutyák, valamint a Balaton szepezdi szedett-vedett volt a csapat összeállítása. Most, ez most már tradíció. Még többször kivertek minket. Úgyhogy már jobbak vagyunk. Itt van a Gábor, Baros Gábor barátom, a kislánya Réka, Szabó Zoltán bátyja, Szabó István, valamint Kovács Jencike, aki helyi erő, ő a tartalék. Igen. A tartalék tartalékja. A tartalék tartalékja Keller Latabár Gábor az nem jelent meg sajnos. Jencikét pedig máshova szólította a kötelesség, de lélekben velünk van. Tehát... Jó, köszönjük szépen! Aztán reméljük, hogy ismét jól sikerült főzni. Nagyon Isten, iratkozik az Aranyhorog nevében. Szeretettel köszöntöm a szepezdi Aranyhorgász Egyesületnek a főző csapat elnökét, tagját. Szeretném, hogyha mesél nekünk egy kicsit a csapatról, illetve a halászléről, amit ma főztek. Hát hárman vagyunk a csapatban, Klaus Gyula, Szép Ervin és jó magam, Szép Zsolt. Hát ez egy passzírozott halászlé, ami 5 alapanyagból készült. Halból, paradicsomból, paprikából, sóból, vízből. Hát tulajdonképpen meg jó kedvből. Úgyhogy gyakorlatilag egy másfél órát főztük körülbelül az alaplevet, aztán átpasszíroztuk, és most a végeredmény az itt látszik a bográcsban, és reméljük majd, hogy kedvező elbírálás alatt lesz a zsűri szemszögéből is. Mi mindent beletettünk, amit csak lehetett, szívünket, lelkünket, meg az összes alapanyagot. Úgyhogy
Köszönöm az interjút. Mi is köszönjük, hajrá, hajrá, drukkolunk. Köszönjük szépen. Nagy szeretettel köszönöm a következő csapatot. Tessék mesélni a csapatról, illetve a halászléről, amivel mára készültek. A csapat neve Jégtörő 1-es, mert kedves kollégámmal Látics Miklóssal 7 óra irányában a kamerának a Jégtörő 1-es jégtörőhajó személyzetéhez tartozunk. A halászlé az pedig egyéni technikával készült, a kulcselem a botmixer. Fontos, hogy kézműves technikával, mivel hogy kézzel válogattuk a szálkákat a hústól, utána botmixerrel pürésítettük. És a titkot ne árulj el, a titkot ne. Nagyon különleges lesz. Nagyon, úgyhogy az első helyre nem pályázunk olyan, természetesen. Nem olyan, mint az összes többi. Nagyon szépen köszönjük. Egyedi lesz. Köszönjük szépen, oké. Okay. Jó napot kívánok. Vendégként vagyok itt, a helyi erőket erősítettem én is, mint ilyen vendég kukta. Igen. Úgyhogy hát azt nem így terveztük, de azt hiszem, hogy miénk lett a legnagyobb bogrács, tehát legalább ezt a részét megnyerjük a versenynek, de hát a részvétel a fontos, úgyhogy igyekeztünk szívet, lelket beletenni. Mi a csapat meglátjuk összetétele? Hát egy kollégákból álló csapat, ilyen pólónk van, úgyhogy nagy fantáziával kitaláltuk, hogy ez lesz a csapatnév, hogy balatoni halak, mert hogy ez a felirat a pólón. Úgyhogy gimnáziumi tanárok, így kollégák, mi alkotjuk a csapatot, és akkor itt a Sándor Andris barátom, aki itt a helyi erőket képviseli, ő hívott meg bennünket, és akkor őneki kuktáskodtunk itt a főzésnél. Oké, okay, köszönöm szépen, drukkolunk, köszönjük. Nagy szeretettel köszöntöm ezt a csapatot, nagyon magas az ember, majd igyekszem kihúzni magamat. Mesélj nekünk a csapatról, meg az idei halászlevetekről. A csapatunk neve a Kisközt 13, és a családomnak és a barátaimnak hatalmas jelentőséggel bír ez a megmérettetés. 2013 óta minden évben részt veszünk, egyszer már sikerült is elnyerni az első helyezést. Ebben bízunk, hogy idén is sikerül ezzel a nagyon különleges halászlével, amit itt készítettünk. Úgy legyen! Drukkolunk! Hajrá, hajrá! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ez már egy elzárt kész. Ez már csak a filé. Megvárjuk a kollégáit. Pillanat. Ő is meg riporteri. Szuper. Itt az alaplék készen. Kedves hölgyeim és uraim, még egyszer elmondanám, hogy 9 csapat indult ezen a fantasztikus versenyen, és átadnám a szót Gödri Zoltán zsűri elnöknek, hogy mondjon egy pár szót, még mielőtt kihirdetnénk az eredményt. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a résztvevőket, és köszöntöm a csapatokat, és megkérném a csapatokat is, a csapatok képviselőit, hogy fáradjanak ide a színpadhoz, mert az eredményhirdetés pillanatokon belül megkezdődik. Hát nem volt egyszerű dolgunk, köszönöm Terinek és Árpinak, a segítőimnek, akikkel zsűriztünk, mert fantasztikus ízharmóniák voltak.
nagyon jó alapanyagot biztosított a Halker Kft. Számukra, a versenyzők számára. Ha, ja, köszönöm szépen a tapsot, az én voltam, igen. És nagyon nehéz dolgunk volt, de ténykérdés, hogy az első helyezett csapatot mindenki azonnali hatállyal kiemelte, tehát ebben nem volt vita. És a nagyon érdekes, hogy a zsűrizés tisztaságát mi sem bizonyítja jobban, hogy sajnos az a csapat, amelyiknek én is tagja vagyok, a Szepezi Extrém Sportszövetség, azok bizony leszerepeltek, de nagyon. Visszaadnám a mikrofont, mert elkezdődik akkor az eredményhirdetés. Ugye 9 csapat volt, és a 9. helyet a jégtörő 1-es számú csapat szerezte meg. Kérném szépen a képviselőjét a színpadra. A 8. helyet a Szepezi Extrém Sportszövetség csapata nyerte. Szégyeljétek magatokat! A 7. helyezett csapat a Kisköz 13. Hatodik lett a Balatonszeped SC. Balatonszeped SC képviselője. Tisztak. Jó. Lehet, hogy majd megérkeznek, de minden esetre akkor az 5. mondanám, az Aranyhorog csapata. Negyedik helyezett a Balatoni Halak csapata. Harmadik helyezést nyertek a Pentelei Kivert Kutyák. Igazából most lesz érdekes, mert hogy ki az első, ki a második, a másodiknak a nevével viszont megtudja az első is, hogy ki lett. Tehát a második helyzet csapat a Nyugdíjas Horgászok.
nektek egyébként. Óvatosan. Nem, hát ti bármilyen számidók vagytok egyébként. Szóra jó. És akkor nézzük ki a nyertes, a fantasztikus ízvilágot sikerült összehozniuk, az Écsi öreg halászok! Mielőtt átadjuk a díjat, annyit szeretnék mondani, hogy nagyon köszönjük a pincészeteknek, a cseh pincészet, boltbé pincészet és családi pincészetnek a támogatását, akik a bodokat ajánlották fel. És egyben szeretném elmondani, hogy a családi pincészet 2017-ben az EUSZ és a kéknyelű bodával a Vadacsony boltvidék aranyérmes bodai lettek. Köszönjük szépen! Akkor gyertek fel! Előbb van alakva jövőre, jó? Ügyesek voltak, hogy nagyon jó a gratulálunk! Szépen köszönjük! Kívuskokkal együtt! Kívuskokkal mondom egy támogatot! Jó, hogy gyertek el! Sokan vagytok, de három is sokat ott van, így három támogatot! Nagyon szépen köszönjük minden egyes csapatnak, aki eljött és megmérettette magát. Köszönjük, hogy ilyen sokan bőtársasággal eljöttek. Ott van az SC. És szeretnénk megköszönni Gödri Zoltának és a Halker támogatását, akik a hal alapanyagot adták. Ez egy nagy tapsot kérünk nekik is. Köszönjük szépen! Köszönjük, gratulálunk a Balatonszepet SC-nek is. Halászlevet még lehet vásárolni az önkormányzatnál, valamint aki elég ügyes, az megkérheti esetleg itt a hátsó csapatokat, hogy megkóstolhassa az ő halászleveiket is. És most pedig mindenkinek jó étvágyat kívánnék a halásznéhez.